Ezek a tervek a tolnán megépülő új csónakkikötőt mutatják. A csónakház területén épülhet majd meg, és lehetőséget biztosít majd arra, hogy az ide érkezők biztonságban tudhatják hajóikat, és kerékpárra pattanva bejárhatják a környék látnivalóit, vagy a szomszédos faddomborit. Magyar Kajakenu Szövetség keresett meg bennünket néhány hónappal ezelőtt, hogy van egy projektjük, ahol vízi és kerékpáros túra megálló helyeket hoznak létre. Ennek a költségét gyakorlatilag a Magyar Kajakenu Szövetség vállalja, erre 30 millió forintot biztosít. Nyilván adja magát, hogy a tolnai kajakház, ahol a tolnai kajakosok székelnek, ez lesz majd az otthona ennek a megállópontnak. A tervek elkészítését a tolnai önkormányzat vállalta magára, és az elkészült dokumentumokat a legutóbbi önkormányzati ülésen mutatták be a tervezők. A megállópont egy irodát, egy vizes blokkot és a hajók és kerékpárok tárolására alkalmas helyet foglalja majd magába. A terv az, hogy ugyan nem az önkormányzat fogja üzemeltetni ezt a létesítményt, mi a helyet biztosítottuk, de majd a Kajakenu Szövetség keres egy olyan vállalkozót, most hogy az egyesületet fogja megbízni ezzel, vagy egy másik egyesületet, vagy egy vállalkozót, ezt egyelőre erről nincs tudomásunk, de nyilván tárgyalások folynak, és én azt remélem, hogy aki a víz szerelmese, az nem csak önmaga szeretne hajózni és kerékpározni mellette, hanem szeretné ezt esetleg bemutatni másoknak is. Annak idején, mondta a Perszófer Ágnes, a kerékpárút is úgy épült, hogy a csónakház könnyen elérhető legyen, hiszen a terveinkben is ez az elképzelés szerepelt. A remények szerint a következő turista idény megindulásakor már használatba vehetik a kirándulók az új központot.